Legyél jó kisfiú, rendben? Várj csak, mesélek neked a Mikulásról. A Mikulás bácsi minden évben megajándékozza a jó gyerekeket. A Mikulás ugyanis a jó gyerekek legnagyobb barátja. Mondjuk az is igaz, hogy a manók csinálnak minden munkát. A Mikulás bácsi viszont a nevét adja mindehez. Az ajándékokat ő osztja ki egyetlen este alatt. Az év további részében a manók dolgoznak. A Mikulás ilyenkor jóindulatú tanácsokat osztogat, és fogadásokon vesz részt. A manók figyelnek téged, és ha jól viselkedsz, akkor felírják a nevedet a listára, a jó kisgyerekek közé. Mindenhol figyelnek téged, akkor is, amikor a szobádban vagy. De amíg jó vagy, nincs mitől tartanod. A biztonság kedvére azért, ha manót látsz, adj neki egy kicsit a csokitból, hogy a dolog biztosabb legyen. A manók a csokit adsz nekik, biztosan a jó gyerekek közé tesznek. A játszótéren lesznek majd gyerekek, akik nagyon rosszul fognak viselkedni. Ne lepődj meg, ha a legrosszabbak szintén fognak ajándékot kapni. Elképzelhető, hogy a szüleik ismernek néhány manót. Nem, sajnos mi nem. De ne aggódj, ha elég fényesre putolod a cipőket, a télapó talán a tiédbe is rejt valamit. Jó éjszakát!